Köszöntöm a kedves nézőinket, a nevem Zájdel Alex, és ez itt a PTF vezetés tudományi podcast sorozata, amelyben az első vendégem a Szabó Iván, a késői eső gyülekezetnek a pásztora érden. A mai témánk, amiről beszélgetni fogunk, hogy hogyan jelenik meg a vezetés tudomány a gyakorlatban, mégpedig egy keresztény közösségnek, egy gyülekezetnek a vezetésében. Erről fogom Ivánt kérdezni, fogunk beszélgetni kihívásokról, fogunk beszélni arról, hogy milyen egy optimális lelki vezető, és hogy merre mennek a trendek, a tendenciák, és mindenre, hogyan tud egy pásztor, egy lelki közösség gyülekezet vezetője reagálni. Tartsanak velünk, örülök, hogy itt vagyunk. Ha megszólítanak és megkérdeznek téged, Iván, te mi vagy? Vezető, pásztor, menedzser, vagy van valamilyen más fogalmad a szerepedre? Nehéz kérdést, azt gondolom, hogy, hogy mivel nem szoktam magam definiálni, ezért ezért nehéz most a kérdése a számomra. Azt gondolom, egy kicsit mindegyik, hiszen, hiszen a megbízásunk az az, hogy pásztor legyek egy gyülekezet élén. Az én megbízásom, amit az úrtól kaptam, az, hogy pásztor legyek, de ez azt is jelenti, hogy bizonyos dolgokban menedzselnem kell a, a gyülekezetet, a gyülekezet életét és, és vezetnem, hiszen a pásztor az egyben vezető is. Tehát én úgy gondolok erre, hogy egy kicsit mindegyik, de a megbízásom az az, hogy legyek pásztor és vezető. De elén ugye már elhangzott, hogy az érdi késői eső gyülekezetnek vagy a lelki pásztora. tudnál -e erről egy kicsit több információt adni a nézőknek? Az érdi késői eső gyülekezet a Pünkösdi Egyház egyik gyülekezete, ahol én tíz éve látok el pásztori szolgálatot, előtte tíz évig fi, pásztori fi vezető voltam, Először ketten, egy lelkésztársammal ketten vezettük a gyülekezetet, de sajnos a tavalyi évben ő, ő elment, eltávozott, az úr magához hívta őt. Így most uh, egyedül maradtam, legalábbis egy időre. Uh, Gyülekezet vezetőként és, és, és pásztorként uh, funkcionálok, ami azt jelenti, hogy a vezetőségnek is a a tagja vagyok, tehát van egy vezetőség, aki a gyülekezeti életében a, a meghatározó dolgokban dönt. A specialitásunk talán annyi, ami más, mint egy másik gyülekezetben, hogy az ingatlanunk, egy nagy ingatlanunk van, és ezt és ezt arra hasznosítjuk, hogy a, a, az egyháznak, a, az eclésiának, a Krisztus testének valahogy szolgáljunk, és rendezvényeket szervezünk. Tehát van, van ilyen vállalkozó jellegű uh -huh. tevékenység is, és ott is, mint vezetőnek, helyt kell állnom. Tehát akkor csak megjelennek ezek a fogalmak, van, ilyen vagy olyan van, formában felváltva. Van. Milyen létszámú a gyülekezet, mekkora a nyáj? A gyülekezet jelenleg közel 100 tagot számlál, tehát elkötelezett tagot, akik tagként azért nem tudom megmondani, mert ez a napokban is változik, tehát 97 főnél járunk mm. azt hiszem, de nagyjából 140-150 állandó jelenlévő, aki, aki mm. kötődik a gyülekezethez, akik ott vannak, most körülbelül így alakul a gyülekezet. Hú visszatérve a mai témánkhoz, ugye vezetés, tudomány, hogyan állja meg a helyét a gyakorlatban, ugye sok vezetési elméletet, modellt, stílust, metaforákat ismerünk, a szolgáló vezető ugye a Greenleaf-nek az egyik modellje, de akár a menedzser és vezető közötti különbségek, amiket sokszor megszoktunk tenni. Te hol látod ezek között, hol találjuk meg a lelkivezetést, vezetést, vagy konkrétan egy gyülekezet vezetését, hol helyezkedik az el, vagy ez valami teljesen más műfaj? Hát, ahogy az előbb már mondtam, a, a megbízásunk a pásztor, uh -huh. ami, aki egyben vezető is, hiszen, hiszen vezeti a anyáját. Benne van a menedzselés is, hiszen ez azt is jelenti, hogy, hogy hogy le kell menedzselni a szószoros értelmében néhány dolgot, de én leginkább a szolgáló vezetéssel tudok azonosulni, a, az én álláspontom szerint. Egészen egyszerűen azért, mert amikor, amikor Jézus erről beszél, akkor azt mondja, hogy a a királyok uralkodnak és hatalmaskodnak rajtatok. De közöttetek, aki a legnagyobb akar lenni, az legyen a legkisebb, és szolgáljon, ahogy ő is tette, és magát tette oda mintaként. És én azt gondolom, hogy ez a szolgálat, amikor az időmet, az energiámat, a, a tudásomat mások szolgálatába állítom. Tehát a, jól, én, én legalábbis így értelmezem, így definiálom magát a szolgálatszót, hogy, hogy Ugye sokan néha arra gondolnak, hogy letérdelünk és megmosjuk a másik lábát, ez is benne lehet. Uh -huh. De de mivel szolgálom, amin van, az időm, a tudásom, az energiám, uh -huh. és, és tényleg szolgálom a gyülekezetet. Uh -huh. És ugye itt, ha vezetés tudományról beszélünk, a vezetés tudomány évek, évszázadok során nagyon sok mindent feltárt annak kapcsán, hogy hogyan vezetünk, mit jelent ez, a kettő összefér tehát egy gyülekezet vezetése, amit a Bibliából ismerünk, hogy ezt hogyan kell, ugye ott vannak a fogalmak, hogy sáfár, szolga, pásztor, ezek közül már említettél te is, és ott vannak ezzel szemben, nem feltétlen ellentétesen, a vezetés tudományi modellek és felismerések, hogyan fér össze ez a kettő. Tehát tudományosan, a tudományos ismereteink alkalmazhatóak egy lelki közösségben, egy gyülekezetben? azt gondolom, hogy a kettő átfedésben van. Uh -huh. Hiszen, hiszen a, a vezetés tudomány a, a, tapasztalatunkból nőtt ki, uh -huh. abból a gyakorlatból, amit viszünk, és az ott megfogalmazott, rendszerbe foglalt elméletek, azok valahol az életből uh -huh. jönnek. Ezért vissza is forgathatjuk oda. Tehát én azt gondolom, uh -huh. hogy, hogy, hogy szükségünk van arra. Van ez a ez az elmélet, amivel elég gyakran találkozom: ha, ha Isten megbízott, akkor ez szinte magától fog menni, és egészen biztos, hogy nem. Egészen biztos, hogy nem. Energiát, időt kell befektetni, és jó, hogyha ha azok, akik előttünk jártak, akik megfogalmazták ezeket az elméleteket vagy rendszereket, ha ezekkel megismerkedünk és hasznosítjuk azt, ami a mi számunkra releváns belőle, amit mi a mi gyakorlatunkban tudunk használni. Ezért azt gondolom, hogy, hogy abszolút használható, sőt, felelősségünk, hogy ezt használjuk. Uh -huh. Miért járnánk végig újra azt az utat, amit uh -huh. már előttünk egyszer át, végigjártak? Uh -huh. Oké, okay, tehát ha jól értem, akkor a Biblia megadja az alapot, de nem. Kell elhatárolodnunk attól, hogy a vezetés tudományi gyakorlatokat, elméleteket akár megpróbáljuk ja. bevetni, alkalmazni. Így hasznosak. Van. Hiszen amit az előbb említettél, a, a Biblia használja ezeket, talán egy kicsit más kifejezéssel, de? de használja ezeket. Sáfár. Felelős vagyok, felelős vagyok, és felelősen kell bánnom akár az anyagiakkal, akár a kapcsolatokkal, bármivel. És itt, itt, itt jó, hogy használom a. a, a az erre vonatkozó vezetés tudományi elveket, uh -huh. amiket nálam okosabb emberek megfogalmaztak. Nagyon jó. Tehát beszélünk itt uh, tudományról, elméletekről, uh, a vezetőkről, de ott vannak az emberek. És uh, nem csak a múlt emberei, akik ezeket a tudományos dolgokat uh, kitalálták, kutatták, feltárták, hanem itt van a ma embere is. Most ezt a kettőt, ha megpróbáljuk egy picit összehozni, egy mai vezető, mint például egy Szabó Iván egy ilyen gyülekezetben, uh -huh. hogyan tudja a mai embereket vezetni? Milyen különleges képességekre van szükség? Van-e valami, ami újszerű, amit eddig nem nagyon látunk, akár Bibliában, akár a tudományban? Milyen egy optimális vezető ma, aki a mai embert megszólítja, vezetni tudja? Hát ha valaki megkapta azt a kegyelmet, hogy ezt ebben megvilágosodott, akkor erre én is kíváncsi vagyok. Azt gondolom, hogy nem nincsenek különleges képességek, amire szükségünk van. Én alapvetőleg a helyzetemből és a, a, a rám feladatból kiindulva mindig a Bibliához nyúlok vissza, és, és az a Bibliában megjelenő vezetők nagyon jól látható, hogy ők sem különleges emberek voltak, sőt, a Biblia nem kendőzi azt, hogy, hogy milyen hibáik voltak, vagy a határaik meddig terjedtek, meddig nyúltak, milyen képességeik voltak. Én azt gondolom inkább, hogy, hogy azt kell megnéznünk, azt kell látnunk a Bibliában, hogy a Biblia mit mond arról, hogy vezetőként milyenek legyünk. Szerintem jók a képességek, és szükségünk van képességekre, de ha erre hívott el az úr, akkor azt gondolom, hogy ezeket meg is adja. Bár itt jó, hogyha ha, ha visszacsatolás kérek, visszacsatolás keresek, mit szól lehez a környezetem az emberek, nehogy olyan kabátot vegyek magamra, ami nem rám illik, ami nem az én feladatom, de, de alapvetőleg az, amit a Bibliában látok. Például, ha pára gondolok, Pál leveleire, ahogy ő megszólítja a gyülekezeteket. Soha nem azt látom, hogy Pál valamilyen magas pozícióba helyezte magát, valami különleges képességet euh, tulajdonít magának, hanem mindig úgy beszél magáról, mint akit Isten elhívott, és Isten bízott meg, és Isten hatalmazott fel. És talán ez a legfontosabb a számomra, ez a, ez a leghangsúlyosabb, hogy ez meglegyen. És hogyha ebben biztos vagyok, és a visszacsatolások is ezt igazolják, akkor aztán erre építkezhetek, és erre behozhatom azokat a, a, a tudá, azt a tudást, vagy azokat a képességeket, amik fejleszthetők, vagy tanulhatók. Mm -hmm. És akkor itt már a. a a, a paletta szinte végtelen, uh -huh. hogy, hogy miben kell fejlődnöm, mit tanuljak, stb. Nem. Szerintem senki nem úgy születik, vagy nagyon kevesen születnek úgy, hogy, hogy született vezetők, és, és mindent tudnak. Lehet, hogy ezek már már benne volt, azért mégis kiemelnék egy speciális, vagy vagy konkrét kérdést. Ugye egy szervezetnél. Akár gazdasági szervezetre gondolunk, oda az emberek elmennek, mert pénzt keresnek, és de. általában azt teszik, amit ott élveznek, és ilyen embereket vezetni egy dolog. Mert ott ugye van az embernek a saját motivációja, ha nem más a pénz, de lehet, hogy még élvezés a munkát. Egy gyülekezeti kontextusban azért ez más. Oda az emberek nyilván ott is valamilyen motivációval mennek, de ott őket úgy vezetni, mint egy vállalatnál nyilván nem lehet. Mi volna itt egy-két különbség, amit markánsan ki lehetne emelni vezetői szemszögből? Erre gyakran emlékeztetem magam, és fel is szoktam hívni a figyelmet, hogy, hogy a gyülekezet, vagy egy bármilyen ö, lelki egyházi szervezet nem épülhet úgy fel, mint egy vállalati ö, szervezet. Nem az a környezet, egyszerűen. Hasonlíthatjuk és szoktuk is hasonlítani bizonyos szegmenseit, vagy bizonyos ö, témák vagy, vagy jellemzők mentén, és ez jó, hogy amit onnan át tudunk hozni, azt hozzuk át, de egy az egyben nem lehet, pontosan azért én úgy gondolom, amit mondasz, hogy teljesen más a kontextus, teljesen más a helyzet, hiszen, hiszen egy szervezetnél, még ha nem is profitorientált, még ha egy non-profit szervezet, akkor is sokkal inkább megfogható, az, hogy, hogy ők mit csinálnak, hogy mik a kitűzött célok, hogy ezt hogy mérjük, hogy ezt, ehhez hogyan alakítjuk a, a működésünket, hiszen az a cél határozza meg az, hogy hogy működnek. Még a gyülekezetben Isten elhívottjai vannak, akiket nem mi válogatunk össze. A, a, egyáltalán az összetételt nem mi rakjuk össze, és nem ö, úgy válogatjuk meg, mint egy cégnél, vagy egy bármilyen más szervezetnél, hogy aki alkalmas, ö, vagy. Ö, Akinek képessége van, annak ott van a helye, vagy aki be tud odailleszkedni. Itt Isten hozza az embereket. És mm. megint csak visszatérnék arra, hogy Pál hogy üdvözli a, a gyülekezeteket, hát ott nagyon sok minden elhangzik. Isten szentje, Isten választotja, Isten népe, amikor a levelekben köszönti mm. őket. Sőt, Timotheusnak azt mondja, hogy, hogy szeret egy gyermekem. Mm. Teljesen más a viszonyulás, egészen más a viszonyulás. Ezért én azt gondolom, hogy másképpen is kell gondolkodnunk a vezetésről. De nem vezethetünk úgy, mint egy mint egy szervezetnél, ahol üljünk össze, egy megbeszélésre, határozzuk meg a célokat, a feladatokat és kiosztjuk ezeket és működünk, hanem hanem ez a nagyon vegyes eh, csoport, és most kerülem azt, hogy emberanyag. <tosz> ez a nagyon eh, vegyes csoport hozza magával mindazt, ami, ami, a nem csak pozitívum, hanem negatívum is. A sérüléseiket, a problémáikat, és ők közösségként akarják ezt megélni. Ebben kell valamiféle módon vezetni, utat mutatni, és más a cél. Hiszen a cél nem az, hogy valamit kitermeljünk, a cél nem az, hogy valamit elérjünk, bizonyos értelemben, de alapvetőleg nem ez. Hanem alapvetőleg az, hogy amire hív bennünket az Úr, ahhoz mindenki kapcsolódni tudjon, abban mindenki fejlődni, növekedni tudjon, és ez egy különleges helyzet a vezető számára. Meg kell ismernem mindenkit külön-külön, és ezért én egy kicsit szkeptikus vagyok a nagy méretű gyülekezetekkel. Meg kell ismernem mindenkit külön-külön, milyen, mi a problémája, mit hoz magával, milyen gondolkodás, amit, amit ő magáévá tett, e, hogyan épül, mit lát maga előtt, hova tart, és ebben kell őt hívnom, vezetnem, segítenem, pásztorolnom e, oda, ahova bennünket az Úr hív. Igen. Nagyon jó, és egyben ugye látom és értem azt ki hallani a beszédedből, hogy nem csak vezetünk, hanem vezetve is vagyunk. Tehát ugye, ha most kivennénk egy szervezet vezetőjét a cégéből, és azt mondom, mostantól kezdve egy gyülekezetet vezetsz, talán ez volna az egyik legmarkánsabb különbség, hogy ő ott már nem csak vezet, hanem vezetve is így van, nem szent szelleme által. Említetted a nagy, illetve kisebb gyülekezet, tehát átlátható gyülekezeti létszámokat. Vannak gyülekezetek, akár országunkban, akár azon kívül, amelyek prosperálnak, növekednek létszámban is, és vannak olyan gyülekezetek is, amelyek bezárnak, akár templomokat hmm. adnak el, hallunk ilyen híreket is, mert nem járnak már a hívek. Milyen kihívásokkal nézel te személyesen a te vezetői pozíciódban szembe a gyülekezet részéről, ami őket éri, ami indirekt akkor téged, titeket, mint vezetők érnek? Mi az a néhány pontban olyan aktuális kihívások, amelyel szembesültök. Én azt gondolom, hogy a legmarkánsabb kihívás, ami bennünket ér, az a bennünket körülvevő társadalmi gondolkodás és kultúra, uh -huh. ami lenyomatot hagy, ami meghatároz, ha akarjuk, ha nem, ebben élünk, és átitatódunk, és, és ez ellene dolgozik, az evangéliumnak ellene dolgozik, a Biblia üzenetének legalábbis jelenleg ez a kontextus, bár én azt gondolom, hogy ez nagyjából mindig így volt. És ezt, ezt találom a, a, a legerősebb kihívásnak, hogy hogy abban a kis időben, amit mi együtt töltünk, abban a kis időben, amit egymásra és a, a, a közösségre tudunk szánni, hogy abban a fókuszt át tudjuk helyezni oda, ahova kell az evangéliumra, az Úrra, az Úr szavaira és arra, amire hív. Talán ez a legtöbb vagy a legnagyobb kihívás, ami, ami feladatot ad. Különösen igaz ez a fiataloknál, akik, akik mindig a, a legújabb technológiákra és a legújabb minden, ami körbeveszi, őket nyitottak. Ezért ők sokkal nagyobb impulzusnak vagy, vagy hatásnak vannak kitéve, és én azt hiszem, hogy ezzel küzdünk a legtöbbet. Ez a legnagyobb kihívás. Közhelynek számít, de szoktuk mondani, hogy a kereszténység egyben ellenkultúra is. Uh -huh. Bizonyos értelemben egyet értek ezzel, vagy igen, így van. Mégis azt gondolom, hogy a vezető egyik nagy feladata az, hogy hogy megfelelő kultúrát teremtsen a gyülekezetben. Uh -huh. Megfelelő szervezeti kultúrát teremtsen. Uh -huh. Mert mert ha ezt nem határozzuk meg, akkor az majd magától fog valamilyen irányban módosulni és, és, és épülni. És azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez is egy komoly kihívás, hogy, hogy, hogy egy olyan szervezeti kultúra legyen, amit nekem tudatosan kell szűrnöm, értelmeznem, alakítanom, formálnom, hogy ennek a célnak, amit az előbb uh -huh. mondtam, annak megfeleljen. Uh -huh. És ez tényleg ellenkultúra legyen uh -huh. a fogalom pozitív értelmében szépen jól hangzik, de nem egyszerűnek tűnik. Hogy, hogy tud szerinted, ugye te tanulsz is, a végzed a pásztori szolgált mellett, hogy tud szerinted a tudomány, az akadémiai vonal világ segíteni ebben, akár neked, vagy így a pásztoroknak, vezetőknek? Mivel sok száz éves tapasztalatunk van ebben, és, és ennek egy része Elég jól dokumentált, ebből sok következtetést is le tudunk vonni. A tudomány gyakorlatilag ezt teszi. Ebben fogalmaz meg olyan hasznosnak tűnő, vagy használható elveket, módszereket, eszközöket, amik, amik segíteni tudnak nekünk ebben. De talán egy kicsit korábról is indulok. Lehet, hogy önmaga a tudomány, az, hogy én elmegyek valahova tanulni, és foglalkozok ezekkel a kérdésekkel, akár szemfelnyitogató lehet a számomra, mert, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy kicsit magunk körül körülnézve csak bezárkózva vakfoltjaink vannak, és nem értjük azt, hogy, hogy, hogy azt sem értjük, hogy mi a probléma néha. De, de a tudomány, vagy egy, egy, például mint egy főiskola, képes arra, hogy felnyisson a szemünket erre, hogy viszont itt az elmúlt néhány száz évben már ezek, ezek és ezek is előfordultak, Ilyen és ilyen válaszokat adtunk rá, vizsgáljuk meg, hogy ebből mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. Tehát nagyon röviden megfogalmazó fel tud készíteni, fel tud készíteni bennünket arra, hogy milyen kihívások várnak, gondolkozzunk el azon, hogy, hogy hova tartunk, és oda milyen eszközökkel tudunk eljutni. Segíteni tud bennünket abban, például felkészíteni arra, hogy hogyan tudok az emberekkel bánni. Milyen, milyen módszerek vannak, milyen eszközök vannak, mi az, ami jó gyümölcsöt hozott az elmúlt néhány száz évben, és mi az, ami nem. Uh -huh. Itt már említetted, és azt úgy meg lovagolnám azt a gondolatot, hogy merre megyünk. És ugye mondtad a kihívásként, említetted a korszellemet, tehát amelyel meg kell küzdeni, és valamilyen szinten egy ilyen ellenkultúrát képezni, egy saját identitást erősíteni. Merre haladunk? Te hogy látod így a gyülekezeteknek a jövőjét? Mert ugye említetted Pálapostolt, a leveleit, ő is minden gyülekezetnek írt az ő megfelelő problémájukra, ami épp őket foglalkoztatta, kihívásokat. Hova, merre haladunk? Ugye hallani ma is, hogy a pásztorokat kritikusan tekintik, ő tetszik, ő nem tetszik, mi majd megválogatjuk. Tehát van egy ilyen individualisztikus gondolkodásmód is. Merre haladhatunk? Nyilván nem vagy jós, nem ilyen szerepetben kérdezlek, de amennyiben te látod, és milyen vezetők kellenek majd ezekre a jövőbeli kihívásokra? Hogy pontosan merre haladunk, leginkább azt gondolom, bár tényleg nem akarok semmiféle <laughs> jós szerepbe itt feltűni, de leginkább azt gondolom, hogy, hogy amerre tol bennünket a kultúránk, a társadalmi kultúránk, amelyre húz és tol bennünket a, a, azokkal a kihívásokkal és azokkal a, a értékekkel, amik most formálódnak vagy deformálódnak. Tehát én alapvetőleg egy picit azt érzékelem, hogy, hogy nem jó irányba haladunk, és itt nagy felelősségünk van abban, hogy hogy ebben felemeljük a szavunkat. Egy picit forduljunk vissza, vissza az igéhez, vissza ahhoz, amit az ige ad, ami számunkra elénk. Gyakran szoktam mondani, és talán nem túl tudományos dolog, de az egyik nagy problémánk az a jólétünk. Uh -huh. Egyszerűen nincs szükségünk. Természetesen van, egyik oldalról van, és sok szükséggel nézünk szembe. De alapvetőleg nincs olyan szükségünk, ami ami bennünket tartósan a térdeinkre kényszerítene, ami bennünket oda kényszerítene Isten lábához. És a betegségeink nagy része jóléti betegség, a problémáink nagy része jóléti probléma. Mi a baj ezzel a pásztorral, azzal a pásztorral? Mm -hmm. Ez egy jóléti probléma szerintem. És... Ezzel együtt, hogy egy kicsit konkrétabban, én azt gondolom, hogy a demokratizálódás irányába haladunk, ha lehet így mondani, a régi, hierarchikus, konzervatívabb gyülekezeti felfogás felől a demokratikus felé. Ez az igény, ebben élünk, mindenfelé ezt látjuk, ezért nyilván a gyülekezetben is ezt kívánjuk meg és itt én azt gondolom hogy a, a vezetőknek nagy felelősségük hogy hogy a gyülekezet részéről felhatalmazást kapjanak hogy hogy ez a szolgáló vezetés hogy hogy kell a vezető és nem lehet minden demokratikus módon különösen egy gyülekezetben megoldani de a felhatalmazást ezt megkaphatom és ennek az egyik kulcsa szerintem ez a szolgálóvezetés, amikor azt nem azt érzékelik, hogy a tökéletesség látszatával bíró pásztor, aki mindent is tud, uh -huh. <laughs> jelenik meg, hanem alázatos, a tanítható és meghallja másoknak a, a, a szavát is. Az uh -huh. ilyen emberbe inkább megbíznak. Uh -huh. És én azt hiszem, azt hiszem hogy, hogy ez egy jó irányba viszi el a gyülekezetet, ahol, ahol jól érzik magukat az emberek és biztonságban. Ezzel meg is válaszoltad a két záró kérdésem egyikét. Az egyik az lett volna, hogy mit üzennél, nyilván celiden alázatban, mit üzennél pásztoroknak, hogy hogyan tudnák jobban tenni, amit esetleg nem olyan jól, de ezt nagyon szépen összefoglaltad. A másik kérdésem, leendő pásztoroknak mit tudnál üzenni? Itt egy kis háttérinformációt adok, a PTF-en is talán, de más főiskolákon is, más felekezetek főiskoláin a tendencia visszafelé megy, tehát nem sokan mennek lelkipásztónak. Talán teológiára mm -hmm. elmennek, de különböző más szakokat mm -hmm. választanak. Lelkipásztónak viszont nem sokan szeretnének. Hogy most mi lehet ennek az oka, erről beszélgethetnénk külön talán többet is, ugye néhány gondolat elhangzott itt is, de mit üzennél nekik? Hogyan lehetne bátorítani a mai fiatal, feltörekvő generációt, akikből jó vezetők lehetnek, hogy merjék bevállalni lelki közösségek vezetését? Nagyon sok jó tanácssal tudnám őket ellátni, hogy tanuljanak, és legyenek biztosak abban, hogy elhívásuk van, mm. hogy, hogy mit bízott rájuk az Úr. Nincsenek egyedül, ott vannak a. a az elődök, a vezetők a keresenek mentorokat, rengeteg jó uh -huh. tanácsot tudnék adni. Amit viszont látok a, a, a Bibliában. Jézus azt mondta, hogy kövessetek engem. Ez azt gondolom, hogy az egyik sarokpont a uh -huh. pásztorlásban, a vezető kérdésében, hogy kövessetek engem. Minden nap megszámálhatatlan impulzus éri, különösen a vezetőket milyen irányba akarják őket tolni, befolyásolni. Jézus pedig azt mondja, hogy kövessetek engem, és Pál valószínűleg Jézus nyomán nem, azt hiszem, nem tévedek nagyot, hogyha így gondolkodok, ezt írja, hogy amit tőlem láttatok, és amit tőlem hallottatok, azt tegyétek. Tehát először is van egy, egy biztos pontunk, amihez köthetjük magunkat, és akit követhetünk. A másik, és megint csak Pálhoz nyúlnék vissza, és ez lenne talán a legfontosabb jó tanácsom, hogy legyünk őszinték magunkhoz, önmagunkhoz. Uh -huh. Hajlamosak vagyunk becsapni magunkat, hajlamosak vagyunk magunkat olyan helyzetben és képben látni, ami nem valós. Hogy kíméletlenül legyünk őszinték önmagunkhoz, és tegyük fel magunknak azt a kérdést, amit Pál mondott, hogy kész vagyok -e erre. Pál azt mondta, hogy mindent elviselek. A választottakért. Kész vagyok-e erre? Mindent elviselni a választottakért, mindent elszenvedni, a másik fordítás azt mondja. Egy vezető, egy pásztornak nap mint nap vannak olyan helyzetei, amikor talán jogosan is azt mondaná, na, itt befejeztem. De, de Pál azt mondja, hogy mindent elviselek a választottakért, hiszen Krisztus is ezt tette, mindent elviselt a választottakért ez megvan-e bennem, ez ott van-e a szívemben, akkor azt hiszem, hogy bátran ne kivághatunk a ránk bízott feledetnek. Ez egy nagyon szép zárszó szerintem, de ettől függetlenül van -e még valami, amivel akár készültél, akár spontán eszedbe jut, hogy ezt a kis beszélgetést lezárd, én szívesen meghagyom neked a zárszót. Egy kicsit ehhez kapcsolódik, egy barátomtól hallottam, Péter Drucker neve, vagy... Peter Drucker, uh -huh. angolosan, bár ő egy osztrák <laughs> születésű ember, neve a vezetéstudomány érdeklőknek valószínűleg ismerős lesz. Persze. És ő tette fel egyszer a kérdést, hogy mi a vezető legfontosabb feladata. Kapott rám mindenféle jó ötletet, de azt mondta, hogy nem, nem, nem. A vezető legfontosabb feladata meghatározni a valóságot. Uh -huh. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, egy nagyon jó tanács, amit, amit, bárha egy nem keresztény ember is adott, de, de jó, ha megfogadjuk. Nagyon én magam is sokszor elkövettem ezt a hibát, és sajnos sokszor látom, hogy ha nem a valóságot határozzuk meg, akkor, és arra építkezünk, akkor az eredmény sem lesz jó. Ugye Jézus ezt úgy fogalmazza meg, hogy aki homokra épít, vagy sziklára épít. Hmm. Mi a valóság? Ha meghatározom a valóságot, akkor, és abból indulok ki, akkor jobb az esélyem, jelentősen jobb az esélyem arra, hogy jó irányba megyek, és jobb lesz, jó lesz az eredmény, mint akkor, hogyha becsapom önmagam, vagy egyszerűen nem, vesz, nem veszem a fáradtságot arra, hogy, hogy ezt megtegyem. Talán ezt tenném még hozzá a végére. Nagyon szépen köszönöm. Iván jó volt veled beszélgetni. Még egyszer köszönöm, köszönöm szépen, hogy itt voltál, is. fogadtad a meghívást. Isten áldjon! Köszönöm, Isten áldjon! Téged is, és a nézőket is. Köszönöm.